Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket június közepén, amikor gondjaim vannak, és nem tudom eldönteni, hogy most július eleje van, vagy június közepe, vagy igazából hol tartunk. Az előző adásunkat, vagy előző beszélgetésünk az május elején történt. Akkor részletesen beszéltünk arról, hogy milyen időjárási körülmények miatt időeltolódásunk van, és hamarabb virágoznak a növények, levarannak van maradva a méhek. Beszéltünk arról, hogy különböző növényvédőszerek alkalmazása mennyire befolyásolja a méhek életét, milyen hatással lehet az emberekre, milyen következetlen gondolkodás eredményeként jut ki a talajba, és esetleg felhamozódás után milyen problémákat okozhat az embereknek. Hát azóta eltelt egy nagyon-nagyon szorgalmas másfél hónap a méhészetben, aminek eredményeképpen nagyon rövid idő alatt túl voltunk az akácvirágzáson, és sajnálatos körülmények között eljutottunk odáig, hogy június közepén már virágzik a napraforgó. Ez miért sajnálatos? Azért, mert a 1900-as évek végén a napraforgó virágzásának az ideje az július vége, augusztus közepe közötti időszakban telt. A lajosnapi vihar nagyon sok esetben a késői napraforgó táblák mézelésének véget vetett. Ma már ilyen elő sem fordulhat, ugyanis a napraforgó nem virágzik augusztusban, már nem is július végén, hanem már most június közepén nyílott ki. A nemesítési tevékenységek eredményeképpen a napraforgó virágzását egy körülbelül egy hónappal hamarabbra hozták, vagy a tenyészidőt lerövidítették. Ezzel igazából probléma nem lenne, mert ez június vége, július végéig, közepéig virágzik a napraforgó, és utána van idő a méheket rendbe rakni és a telelésre felkészíteni. Azonban ez az időjárás eltolódása, az áprilisi nagy meleg, az a hőtöblet, amit a áprilisi nagy forróság okozott, valamint a május is melegebb volt az átlagosnál. Ennek az lett a következménye, hogy a hőszeget a nagy növény hamarabb megkapta, hál' Istennek csapadékot is, és ennek következtében a virágzás megkezdődött. Ez nem probléma, ha azt nézem, hogy a akác és a napraforgó virágzása között összesen egy-két alkalommal kellett megetetni a méheinket, amelyeket tudtuk vízparton tartani, és virágzó gyomnövényekről virágport és nektárt tudtak gyűjteni. Ha azonban azt veszem figyelembe, hogy a napraforgó virágzása nagyon hamar be fog fejeződni, és durván két hónapig kell a méheket valamilyen formában fenntartani, és életben tartani, és felerősíteni, és erőteljessé tenni annak érdekében, hogy biztonságosan betelelnek, akkor egy kicsit gondolkodtatóvá válik ez a dolog, mert nagyon nehéz ezt kitakarmányozni jelen körülmények között. Hogy milyen volt az akácvirágzás? Csodálatos. Magát a növényeket, tehát az akácfát, ha megnézzük, akkor azt lehetett mondani, hogy az évszázad akác termésére lehet számítani. Azonban az időjárás itt is közbeszólt. Bármennyire tökéletes volt a rendkívül rövid virágzásra való felkészülés, és durván 28 nap alatt rügypattanástól megtörtént a virágzás, ami máskor durván 40 napos átlagos időben 40 napot szoktunk rászámolni, most erre sajnálatos módon 28 nap elegendő volt, és a csodálatos virágzás, ami esetleg hozhatta volna az évszázad legnagyobb méztermését, az időjárás tönkretette. Folyamatos északi szárító szél volt, aminek következtében a nektárménégyek hamar beszáradtak, ennek következtében a akác nem mézelt folyamatosan és erőteljesen, és nem beszélve arról, hogy erőteljes melegidő miatt hamar elvirágzott az akác, nagyon sok helyen a virág nem tudott lehulni, fent megszáradt, rászáradt a fára. Majd a végét pedig befejezte egy esővel, és vége volt az akácvirágzásnak. A hegyekben igazából nem tolongtak a méhészek. Az elmúlt évhez viszonyítva, az 2017-es évhez viszonyítva sokkal többen voltak fent, de még mindig nem voltak annyian fent az északi akácon, mint az elmúlt időszakban 5-6-8-10 évvel ezelőtt. Ez miért? Talán azért, mert nagyon kellemetlenül érintett a két egymás követő téli időszakban bekövetkező mélyelhullások. Kisebb volt a mélyállomány, nem tudták a méhészek olyan erőteljes állapotba hozni a méhcsaládokat, hogy azok biztonsággal dolgozzanak a felső akácon és az alsó akácon, és egy kissé költségtakarékosabb lakóhelyhez közeleső mélylegelőt próbáltak kihasználni, annak érdekében, hogy a bizonytalanért ne adják fel a biztost.
A gyenge akácvirágzás, bocsánat, a gyenge akácméz termés követően méheinket környezetünkben helyeztük el, az állománynak túlnyomó részét mi is ennek a döntésnek alapján az átéri területekre helyeztük el, és ámorakász vagy gyalogakász néven ismert növényről próbáltunk nektárt gyűjtetni velük. Az állomány egy igen kis részével azonban megpróbálkoztunk a hegyekben, amivel nem csalódtunk, körülbelül ugyanakkor a méztermés produkáltunk, mint az Alföldön. Ennek következtében megérte felmenni, költségeink az megtérültek. A lenti legelők, hál' Istennek, az erősebb családoknál egy kis többletmézet produkáltak, lehetőséget adott az állomány rendezésére, problémás családoknak a kezelésére. A gyomnövények az akácvirágzás követően megérkező esős idő miatt, hál' Istennek, képesek voltak virágport is nektárt adni, így tulajdonképpen összesen egy alkalommal kellett etetni a méheket, és átvészelték az időt, most pedig már szorványosan elkezdett nyiladozni a napraforgó. Mi van a kaptárban? Az akácvirágzás ideje alatt beáramló nektár bizonyos mértékben korlátozza a fiasításnak a kiterjedését, azonban az akácvirágzás után a méhek a fészket kitakarítják, a méztéri fiókokba helyezik a mézet, az anyáknak pedig helyet adnak. Ilyenkor van idő és lehetőség az anyáknak a minősítésére. Amelyik családban a fiasítás mennyisége az adott időpontban az átlag alatti, vagy éppenséggel a mézet nem takarítja ki és megtűri a fészekben, azokat a családokból az anyákat azt leváltottuk, és helyettük fiatalokat tettünk be, amivel megalapozzuk tulajdonképpen a napraforgó termést, és megalapozzuk igazából a következő évnek a termését. Ebben az időszakban éljük az anyanevelésnek a dandárját is. A késői kitavaszodás miatt korán nem lehetett megkezdeni az anyanevelést, és ebben egyértelműen hozzájárult az is, hogy a méh családok azok elég gyengék voltak, és a természetes szaporodási időszak ebben az évben teljes mértékben elmaradt, ezért csak mesterségesen felerősített családokkal április végén, április 26-án tudtuk megkezdeni az anyanevelést. Azóta azonban emelkedő eredménnyel folyamatosan történik a bölcsőknek az előállítása, de a méhészek rá voltak kényszerülve, hogy nem tudták megvárni a párzatanyákat, ezért bölcsővel próbálták a anyásításokat megoldani a családoknál, és a megvásárolt bölcsőket pedig a problémás családoknál behelyezve, megvárva még a bölcsőkből ki kell az anya, bepázik, így próbálták megoldani a problémákat a családoknál. Ma már párosztatókat is telepítünk, ezek kis egységek, kis kaptárok, amelyekben kis mély tömeggel tudunk gazdaságosan anyákat segíteni a párzásban. Ezeket telepítése már folyamatban van, tehát ebben az időszakban a napraforgóra felkészülés utolsó időszaka van, amikor fiókokat kell fejezni, valamint az anyanevelés, ezek a fő munkák a méhészetben. Műhely munkák ilyenkor már nincsenek. Az egyetlen dolog, amit még ilyenkor csinálunk, a töménytelen mennyiségű műlépezés. Bármilyen mennyiségű műlépet készítettünk elő a télen, annyit biztonságosan és jól tárolni, ami az egész évi szükségletet fedezi, nem lehet. Ezért most is a selejtezett kereteknek a tisztítása és a műlépezése jelenleg is folyik. Egyéb más műhely munka nincs. Állandóan kint vagyunk a méheknél, családoknak a bővítése, a szaporításnak a bővítése történik, valamint a áthelyezése termelőkaptárokba, a fiókok felhelyezése és a családoknak az átrendezése történik, ami azt jelenti, hogy a eddigi átéri területekről az ezen a héten már folyamatosan a napraforgó, virágzó napraforgó táblák mellé helyezzük ki a családokat. Társadalmi élet ilyenkor a méhészetnél csak a telefonra szorítkozik. Van egy olyan mondás, hogy akinek akácvirágzás ideje alatt nincs 10.000 forint a telefonszámla, az igazából nem is jó méhész, mert nem tájékozódik. Tehát az egyetlen dolog, amit a méhészek egymás között ilyenkor végeznek, a telefonon történő információcsere, az érdeklődés a párzott anya után, lehet-e bölcsőt kapni, szaporítást tudnak-e eladni, és az, hogy melyik területen milyen hordások vannak. Ebben az időszakban van még néhány fő mézelő növénynek a virágzása, az egyik a vaddohány, a másik pedig az hás. Területünkön, itt Tiszaosvári környékén egyik növény sem jellemző, ezeknek a kihasználására nekünk nincs módunk. Azonban a hás virágzása már megtörtént, amelyekről a hírek alapján viszonylag közepes vagy jobb termés lehetett elérni. A vaddohányon azonban a fenntartó hordáson felül igazából jelentősebb mennyiségű mézet nem tudtak a méhészek produkálni. Tehát a társadalmi életünk a telefonos beszélgetésekben merül ki. Hát ez történik, és ez történt az elmúlt egy hónapban
a méhészekkel itt Tiszavasvári környékén. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!